Az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban országos program sorozat keretében Magyar Menyasszony címmel nyílt interaktív vándorkiállítás a Dornyi Béla Múzeumban. A kiállítás fő kurátora dr. Simonovics Ildikó, divattörténész, muzeológus, aki a kiállítás megnyitása előtt előadást tartott az érdeklődőknek. A nagy kiállításban 550 történetet mutatunk be, itt most a tablókiállítás, mert itt egyesült az interaktív kiállítás, a tablókiállítása, tehát itt önök mind a két utazó verzióját láthatják a Magyar Menyasszonynak, csak itt a tablókiállításban nem 50 történetet mutatunk be, hanem ebből az 50-ből csak 22-t. De hogy itt mi volt a lényeg? Ugye abban, hogy egy közösségi gyűjtést indítottunk tavaly már januárban és március végig lehetett a magyarmenyasszony.hu honlapra feltölteni képeket, és akinek volt valamilyen tárgya adott esetben az anyukájának, a fátla, vagy a menyasszonyi csokrának egy galvanizált darabja, tehát amit így effektív így ólomba öntöttek, vagy szerelmes levelek. Ezeket ugye az esküvői kép és történet mellé a fotókat feltöltötték, és én azokból válogattam be a kiállításba. De ugye nem csak a közösségi gyűjtésnek a tárgyemlékeit raktuk be, hanem itt pont az volt a gyönyörű, hogy a Nemzeti Múzeum, illetve más nagy közgyűjteményeknek az anyaga, tehát az ehhez tartozó anyagát egyesítettük és egy szövetté szőttük 500 évre, tehát Mária királynének a ruhája ugyanebben az 50 történetben szerepelt, mint Illés Ilonának az ejtvernyő sejemből készült ruhája, vagy ugyanígy Kacián Jolánnak a szerelmes levelezése Brandt Józseffel, mondjuk Munkácsinak és Cécile Tapiának a házassági szerződésére. Tehát ismert történelmi szereplők vagy művészeknek a történetei és a hétköznapi emberek történeteit egybe szőttük. Az volt a fő az egészben, hogy legyenek a társadalom réteg minden csoportja képviseltetve, azon belül minél több etnikum is férjen bele ebbe az 55 történetben, és minél több vallás, tehát felekezet is legyen ebben, tehát hogy egy minél színesebb társadalmi palettát tudjunk bemutatni. Maga itt is így van ebben a kiállításban, tehát hogy ne egy alapkronológiát keressenek a kirakott táblákban, hanem gyakorlatilag az tematikus egységek vannak egymás után rendezve, és ennek az idő vonalát az a megismerkedéstől, udvarlás, az esküvőre való készülés, az esküvő, az ajándékok, az esküvő emlékezete, és végül egy válóper, ez lesz a teljes út arra vonatkozólag, tehát hogy a házassághoz vezető út mutatja meg ezt a fő vonalát az idővonalnak, és az egyes tematikus egységeken belül van időrend. Tehát, hogy mondjuk itt az udvarlásnak egy első emlékét láthatják, Mária Krisztiána, Habsburg főhercegnőnek, ez nem ekkora egyébként valóságban, ugye ez egy ekkora pici kép, ez egy úgynevezett mátka portré. Ez pedig egy nagyon édes, a Dagály utcai hamupipőke szalagcímmel fut, Kacián Debian Jolán Etus, tehát ennyi neve van a hölgynek, ami abból adódik, hogy nekem, tehát itt ezek a pár képeslapot látnak ott a jobb szélén, az lent a tablókiáltásban jobban látszik, 9 belőle, ugye ez a korszakon, ez 25-ös, azt hiszem, vagy 26-os az esküvő, és korábban ezt előzik meg ezek a szerelmes képeslapok. Ugye maguk a képeslapok is a korabeli némafilmeknek az ilyen idilli szerelmes jeleneteiből láthatunk kockákat, ilyen színezetten, ilyen szirupus, rózsaszín, álomszerű, ilyen idealizált képeket mutat. Ezt Brandt József írta, néha Jolánnak címezte, néha Etusnak. Ez a József azért eléggé csél csak, hogy hol Kacián Jolánnal, hogy Trevián Etussal levelezik. Meg kiderült, hogy ez a két személy az igazából egy. Mert hogy Jolán, az tulajdonképpen azt hiszem a Kacián az, ami az anyukájának a neve, mert hogy Zabi gyerekként született, tehát nem, és aztán amikor édesanyja egy új házasságot kötött, az volt a Drevján Etus, tehát az kapott egy másik nevet a nevelőapja révén, ami viszont egy nagyon
csúfos házas frígy volt, ahol gyakorlatilag hamupipőke szerepben volt a Jolán, mert hogy két testvére is született, és tulajdonképpen ő lett az, aki otthon minden munkálatot ellátott, mert a nevelőapja részeges volt, és az anyukájának kellett dolgozni, úgyhogy sose volt otthon, tehát a verést is, meg a munkát is ő kapta. Ez már egy eljegyzési történet, Eszterházy Orsi és Eszterházy Pálnak az eljegyzési képét láthatjuk, ez Fraknón van kiállítva. Az övék az egy tipikus főhercegi történet. Annak ellenére, hogy én azt mondtam, hogy ugye a katolikus esküvőt úgy lehet érvényteleníteni, vagy amiatt esetleg, hogy ugye nászelhálásának a hiánya, a másik pedig a vérrokonság, a túl közeli vérrokonsági fokozat. Hát itt nem névrokonságról beszélünk az Eszterházy pár és Orsolyáról, hanem másodfokú rokonok, tulajdonképpen az egyiküknek az apja, a másiknak pedig a nagyapja volt az az Eszterházy Miklós Nádor, aki elrendezte az ő házasságukat. Titokban, mert 11 éves volt Orsolya a házasságkötéskor, és 16 éves volt Palkó. A Magyar Menyasszony című vándorkiállítás a Dornyi Béla Múzeumban az intézmény nyitvatartási idejében látogatható.